Budapest híres a paprikáról és a cigányzenéről. Az itteni legjobb jégkorongosok országszerte nagy megbecsülésnek örvendenek. Ám a 26 éves hokikapus Ambrus Attila nem tudott megélni a sport fizetéséből. Ezért egy jóval jövedelmezőbb szakma után nézett. Ő lett Magyarország leghíresebb bűnözője. Beszerzett egy-két parókát, meg néhány álruhát. A mindig kiváló szimattal és eleganciával dolgozó Ambrus Attila több mint 7 éven keresztül fosztogatta a bankokat, és cincálta a hatóságok idegeit. Úgy vette, mintha valami szent küldetésről lett volna szó. Rövidesen egy rutinos nyomozót állítottak az ügyre. Hasonló korábban nem történt. Továbbá a nyomozó újonc társát. Tehát az egyértelműen lejött az első 2-3 helyszín után, hogy nem egy átlagos hétköznapi mozgáskultúrával rendelkező személy állunk szembe. Azzal, hogy Ambrus Attila lett a magyar történelem legsikeresebb bankrablója, elindította a kommunizmus bukása utáni időszak legnagyobb kelet-európai embervadászatát is. Ambrus minden egyes rablással egyre népszerűbbé vált. A viszkis rablóként is elhíresült bűnözőt nem sokára igazi hősként ünnepelte az ország. Szökésbe. Magyarország lakosságának évtizedekig egy korrupt és elnyomó rendszerben kellett élnie. A 90-es évek elején megváltozott a helyzet. Rengeteg lehetőség nyílt meg az emberek előtt, ám nem mindegyik volt legális. Míg a kommunista éra gyakorlatilag teljesen lehetetlenné tette a szervezett bűnözést, a változások Magyarországán hamar felfejlődött az alvilág. Még a városi postahivatalok sem voltak biztonságban. Ezek többek voltak, mint egyszerű postahivatalok. Valójában apró bankfiókként is működtek. Az emberek itt vezették a számláikat, viszont semmi védelmük nem volt. Nem voltak valódi biztonsági kameráik. Semmi ilyesmit nem használtak. Ambrus Attila élt a lehetőséggel, és egy személyes rablóbandája sorra fosztogatta a gyanútlan postahivatalokat. Persze addig is előfordultak kisebb bűncselekmények, apró lopások, ám a fegyveres rablások akkoriban még igen ritkák voltak. Attila kezdetben veszélyes vállalkozásnak, ám egy idő után szórakoztatónak találta a bankrablást. Számomra egy óriási tehernek bizonyult, mint ahogy hogy az is volt. Tehát mindenben úgy gondolom, hogy az első a legnehezebb, és számomra ez volt a legnehezebb dolog ez eddig életem folyamán, amit eddig csináltam. Viszont készültem rá. Rajtaütéseit mindig nagyon ügyesen szervezte, és a gyakorlatlan rendőrség képtelen volt elcsípni a fegyveres banditát. Akkoriban alig tudtak valamit a bizonyítékok gyűjtéséről, és a rendőröknek fogalmuk sem volt, kit is keresnek valójában. Alig volt pénzük, nem volt elég emberük, és képzetlenek voltak, nagyon tapasztalatlanok. Ennek a nagyon rosszul felszerelt rendőrségnek kellett felgöngyölíteni az ügyet. A nyomozást vezető Varjú Lajos is amolyan Clouseau felügyelőként dolgozott az ügyön. Állítása szerint leginkább a régi Columbo filmekből próbált használható tudást szerezni. Aztán volt egy tánctanárnak becézett kollégájuk, aki másodállásban balettoktatásból tartotta fenn magát. Az egész, hogy is mondjam, igen mulatságos volt. Képzetlenek voltak, és lényegében egyetlen használható nyomot sem tudtak találni. Az ötlet igaz volt egyébként a gépkocsikra, igaz volt a fegyverzetre. Ám ezeket a nyomozókat nem rettentette el a felszerelés vagy a képzettség hiánya. Meg akarták találni az egyes esetek közötti hasonlóságokat.
Általában egy sorozat bűncselekményt úgy lehet megállapítani, hogyha legalább egy 3-4 cselekményt elkövet az elkövető, és azonos elemeket hajt végre. Ezeket az azonos elemeket kell megkeresnünk a nyomozás során. Ennél a konkrét ügynél az azonos elem egyrészt az alkalmazottaknak az elmondása, személyleírása az elkövetőről. Általában bajuszt, álbajuszt viselt, parókát viselt. A rendőrség a lakosság segítségét is igénybe szerette volna venni. Az újságok tele voltak a bankrabló különféle áruhás képeivel. Aztán végre varjú nyomozó talált egy használható nyomot. Tisztán látszott, hogy abszolút jó karban van. Mozgás kultúrájából arra lehetett következtetni, hogy vagy valamilyen sportolóval állunk szemben, vagy olyan személlyel, aki valamilyen kiképzésben részesült, különleges kiképzésben, esetleg hadseregben. Az egyik nemrég kirabolt postahivatal mellett volt egy laktanya. Varjú kiderítette, hogy az egyik konditeremben gyakran felbukkanó katonára illik a bankrabló személyleírása. Ráadásul ez a fickó a posta kirablásának napján nem jelent meg a szokott időben. A rendőrség azt remélte, hogy megtalálták az elkövetőt. Ám nem jártak sikerrel. Nem ő volt az emberük. Amikor előállították a fickót, néhány szemtanú még fel is ismerte benne a bankrablót. Varjú Lajos nyomozónak azonban egy dologban igaza volt. Az elkövető tényleg sportoló volt. Csak hogy nem az, akit elfogtak. A magyar rendőrségnek több hónapos nyomozás után sem sikerült előbbre jutni a sorozatos bankrablások ügyében. Nem sejtették, hogy a bűncselekmények mögött egy Ambrus Attila nevű fiatalember áll. Mindössze néhány új lenyomatot sikerült begyűjteniük a helyszínről, de ezeket semmire sem tudták használni. Arra már pontosan nem emlékszem, hogy hanyadik bűncselekménynél hagyott hátra új lenyomatot. A probléma ténylegesen az volt, hogy a hátra maradt új lenyomathoz, tehát nem büntetett területű volt az elkövető. Tehát ez is bővítette az ismeretet az elkövetővel kapcsolatban. Ám 650 kilométerrel arrébb Romániában, ahol az elkövető született és felnőtt, Attila bűnözői múltja ismert volt. Már egészen fiatalon belecsöppent a bűnözés világába, és többször is volt dolga a rendőrséggel. Megjárta a javítóintézetet is, és abban a rendszerben, ha az embernek bármilyen konfliktusa volt a törvénnyel, kiközösítettként kezelték. Attila új életet akart kezdeni, és szülőfaluját maga mögött hagyva a magyar határ közelébe költözött. Ám ott megtudta, hogy a határőrök parancsot kaptak, hogy le kell lőniük mindenkit, aki megpróbálja elhagyni Romániát. Nagyon sok olyan embert lőttek le, aki megpróbált kimenekülni. Attila nehéz lépésre szánta el magát. Keresett egy vonatot, amelyik éppen kigördült az egyik állomásról, bemászott az egyik kocsi alá, és annak alvázába kapaszkodva menekült ki az országból. Csodálatos módon sikerült épségben Budapestre jutnia. Ám amit itt talált, közel sem volt paradicsomi állapot. Budapesten akkoriban nem volt könnyű munkát találni. Hát tulajdonképpen a szegénység küszöbén voltam, de mondjam, ezzel nem hiszem, hogy újat mondok, de ez a lényeg, hogy egy kilátástalan helyzetbe kerültem. Mindenféle munkát elvállalt, hogy pénzhez jusson. Például sírtásot, állatbőrökkel üzletelt, írószerekkel házalt, meg hasonlók. Ám sehogy sem jutott egyről a kettőre. Attila képtelen volt kijönni a fizetéséből, úgy döntött tehát, szerencsét próbál egy jégkorong csapatban. A jégkorong, ahonnan én származom, az ott nemzeti sport.
Hargita megyében, Csíkszeredában a jégkorong egy nemzeti sport. Mindig is nagyon szeretett jégkorongozni, és ahogy Magyarországra érkezett, fel is kereste az egyik legjobb hoki csapatot, az UT-t. A jégkorong azért is közel áll a szívemhez, mert gyerekkorom óta ezt tűztem. Felhívta őket, és elmondta, hogy szeretne kapusként szerencsét próbálni. Persze azt gondosan eltitkolta, hogy semmiféle kapus gyakorlata nincs. Még csodálkoztak is, hogy valaki ilyen kevés gyakorlattal mindjárt kapus szeretne lenni a csapatukba. Sajnos én nem voltam olyan szintű játékos, hogy abból meg tudjak élni, ezért kénytelen voltam egy másik pályát is választani. Attilát gondnoknak és tartalékos kapusnak vették fel minimális fizetésért. Attila nagyon elkeseredett, hogy újra kudarcot vallott, és hogy meg tudjon élni, ismét a bűn útjára lépett. Ezek a bűncselekmények meglehetősen kis stílűek voltak. Mindössze néhány tízezer forintnyi pénzt szedett össze egy-egy ilyen alkalommal. A postahivatalok kirablása nem oldotta meg az anyagi problémáit. Úgy döntött, sebességet vált és tesz egy próbát a nagyobb bankfiókokban is. Sorra rabolta a bankokat, és nem sokára rájött, hogy népszerű lett az emberek körében, akik ténykedését a fennálló rendszer elleni egyfajta lázadásnak tekintették. A sok évnyi korrupciótól megcsömörlött magyarok Attilát nem csak a saját céljait megvalósító bűnözőnek tekintették, hanem inkább egyfajta dacos politikai eszmeképviselőjeként néztek rá. Nagyon komolyan megtervezett mindent. Napokkal korábban ő végigjárta a lehetséges útvonalakat, beszélt arról, mindig megnézte, hogy hol van a rendőrség. Volt olyan pénzintézet, ami jónak tűnt, és azért vetette el, mert hogy a rendőrség túl közel van. Tudtam azt, hogy Magyarországon, legalábban is a hivatalos verzió szerint a rendőrség reakció ideje 4-5 perc. Nekem, én mindig 3 percre állítottam be a stopper, de általában 2,5 perc alatt végeztem. Ha egy bank kirablása tovább tartott volna, mint 3 perc, inkább nem vállalta, és nem kockáztatott. Odáig ment, hogy még egyfajta kimutatást is összeállított a budapesti bankokról és pénzintézetekről, és egy-egy veszélyességi értéket rendelt mindegyikhez. Attila azonban nem csak a pénzre, de a jó italokra is szomjazott. Volt egy szokása, minden rajtaütés előtt megivott egy viszkit. A mozaik képek használata végül eredményre vezetett. A sokféle árruhát viselő rablónak az újságokban megjelenő képét többen felismerni vélték. Egyre többen emlékeztek a bankok közelében lévő bárokban dupla viszkit rendelő alakra. Nekünk arra erőnk, energián, kapacitásunk nem volt, hogy ezt hosszú időn keresztül, beláthatatlan időn keresztül blokkoljuk, rendőri ellenőrzés alatt tartsuk ezeket a helyeket. Ezért azt tettük, hogy kiépítettünk egy szerintünk működőképes kapcsolatrendszert, ami abból indult ki, hogy minden egyes alkalommal, amikor egy bankrablást elkövet, valahol a közelben bemegy egy bárba, egy presszóba, egy kocsmába, valahova, ahol inni lehet. Ezekben a bárokban rádió adóvevőket helyeztek el, amelyekkel az arra felkészített személyzet azonnal értesíteni tudta a rendőrséget és a különleges erőket. Miután felkészítették a bárpultosokat, varjú nyomozó és csapata nyakába vette a várost. Rövidesen a város kevésbé népszerű bárjait is felkeresték. Minden informátort és közismert bűnözőt kikérdeztek. Ám a keresés nem járt sikerrel. A bankrablások viszont tovább folytatódtak. Akkoriban a pénzintézetekben még a rablás sorozat ellenére is idegenkedtek a frissen felszerelt biztonsági kamerák használatától.
A 40 éves állami elnyomás után a dolgozók semmire sem vágytak kevésbé, mint hogy kamerák figyeljék minden egyes mozdulatukat. Mert volt olyan, ahol volt kamera, csak nem rögzített semmit, mert nem volt bedugva, de ezt nem ragozom, tehát teljesen amatőr dolgok történtek. Varjú nyomozó és csapata tehetetlenül figyelte, ahogy Attila sorra fosztja ki a bankokat. Ráadásul eközben nemzeti hőssé vált. Annyira népszerű lett, hogy az emberek egyszerűen megtagadták, hogy segítsék a rendőrség munkáját, ami rájuk nézve meglehetősen demoralizáló volt. Attila és az őt üldöző varjú nyomozó küzdelme előbb-utóbb az újságok címlapjaira is felkerült. Attillát nagyon felbosszantotta, amikor a nyomozó egyszer azt állította, hogy a viszkis rablónak csak szerencséje volt. Nagyon felháborodott, hiszen tudta, mennyi időt és energiát fektetett a rablások előkészítésébe. Ne akartam tréfálni, mert kezdett elegem lenni abból, hogy mindig csak azt mondják, hogy csak szerencsés vagyok, hogy csak véletlennek köszönhető. Attila elhatározta, hogy gúnyt űz az üldözőjéből. Miután vagy tucatnyi bankot kirabolt, az egyik pénztáros egyszer aktiválta a riasztórendszert. A viszkis rabló bajba került. A rendőrök mindössze 10 háztömnyire voltak tőle. Aztán már csak 3 háztömnyire. De amikor a rendőrök már majdnem a nyakán voltak, a viszkis rabló hirtelen ködté vált. Most azonban hagyott valamit maga után. Egy felvételt. Kiderül, hogy végre egy olyan helyre ment be, egy olyan bankot rabolt ki, ahol egy viszonylag korszerű kamerarendszer működik, és ez ráadásul rögzítette is. Eddig ugye elmondásunk és ilyen rajzok voltak róla, most megnézhettük az embert működés közben, hiszen az egész akciót rögzítette. Ám Attila kegyetlenül megtréfált a varjú nyomozót. Mikor megláttuk a felvételeket, nem csak én kollégáim is azt mondtuk, hogy ezzel nem fogunk sokra menni. A jó minőségű felvételen kiválóan látszott a varjú nyomozónak öltözött Attila képe. Bár a rendőrök tudták, hogy gúnyt űztek belőlük, úgy gondolták, a felvétel mégis segítheti a nyomozást. Varjú Lajos úgy érezte, nem veszíthet semmit, ha az anyagot bemutatják Magyarország egyik legnépszerűbb tévéműsorában. Csak egy megfelelő emberre van szükség. És akkor azt mondtuk, hogy ha valami nem segít, vagy valami segíteni tud, akkor ez segíteni fog, hiszen bemutatjuk a televízióból, megjelenik a sajtóba, stb. Nagy csinadattával, és akkor itt jön 250-300 bejelentés, ebből egy jó lesz, hát nyilván föl fogják ismerni. Gondoltuk mi? A műsor vezetőjét Just Lászlónak hívták, aki nagyon jól szórakozott a viszkis rabló történetén. Egyszer egészen odáig ment, hogy amikor műsorváltozás volt, megkérte a viszkist, hogy amennyiben szeretné, hogy bekerüljön a következő adásba, kéri, hogy a következő akcióját halassza el egy nappal. És Attila megtette neki ezt a szívességet. A műsor nézettsége az egekig emelkedett. A magyar lakosság 40%-a legalább 4 millió ember nézte végig a viszkis rabló támadását. Több ezer telefonhívás érkezett be a rendőrséghez, ám egyik sem bizonyult használhatónak. És miközben a nyomozók újra és újra zsákutcába futottak, Attila vígan élte világát. Voltak BMW-i, Land Rover-je, Mercedes-e, Audi-a.
Attila videófelvételeiből később kiderült, hogy a rabló tudta, hogy költse el a zsákmányát. A pénz által rengeteg luxusban volt részem, nem csak az autókra, nem csak a nőkre gondolok, hanem tényleg eljutottam olyan helyekre, ami számomra, mint egyszerű ember, az életben soha nem adott volna meg. Tehát a pénz árán tulajdonképpen megvettem a szabadságomat. Azt nem mondom, hogy tudatosan éltem, viszont azt tudtam, hogy amennyiben elkapnak és a pénzt felhalmozom, abban az esetben elveszik. Tehát úgy gondoltam, hogy egy életem van, és megpróbálom a lehetőségeimet kihasználni. Ám az életmódváltásnak megvolt a maga veszélye is. Mivel egyre nagyobb figyelmet kapott a médiától, Attila megijedt, hogy kettős élete szemet fog szúrni a jégkorongos sportársainak. Volt bennem olyan, hogy kész, abba hagyom, volt is rá precedens, hogy azt mondtuk, hogy kész, utolsó balhé. Tehát ez sajnos, akik ebben a műfajban utaznak, azok tudják, hogy mint olyan, hogy utolsó, nincs. Az, hogy kettős életet kellett élnie, nagyon megnehezítette a dolgát. Hatalmas stresszben élt, hiszen egyrészt nyomában volt a rendőrség, ugyanakkor fenn kellett tartania egy normális, stresszmentes élet látszatát, hogy elkerülje a gyanút. Ez természetesen a sport teljesítményére is rányomta a bélyegét. Volt úgy, hogy egyetlen mérkőzésen 23 gólt kapott, ami szerintem a sportág történetének leggyászosabb eredménye. Miközben a viszkis rabló rendre gúnytűzött a rendőrségből, a magyar bűnüldöző szervek kezdtek átalakulni. A rendőrség egy új székházat is kapott, amit a pestiek közül sokan csak halálcsillagnak becéztek. A halálcsillag nevet az utcaembere akasztotta a rendőrség új székházára, mert az épület nagyon hasonlít egy modern űrhajóra. Hát ezért az irodám az szintén átalakult egy ilyen műveleti központtá, és onnan próbáltuk irányítani. Azzal, hogy a rendőrség átköltözött az új épületbe, kezdetét vette a szervezet átalakítása is. Végre egy új korszakba léptek, és modernebb eszközöket kezdtek használni. Varjú nyomozó azonban hiába dolgozott az ügyön immár több éve, még mindig fogalma sem volt róla, kirejtőzhet a viszkis rabló állarca mögött. Mivel semmi használható nyomra nem bukkant, a nyomozó már kezdett attól félni, hogy el fogja veszíteni az állását. Összes eddigi erőfeszítésével mindössze néhány új lenyomatot sikerült szereznie, de azzal sem találtak megegyezőt a rendőrségi adatbázisban. Felettesei eredményeket követeltek, ezért Varjú úgy döntött, tesz még egy kísérletet. Volt egy jelzésünk, ami nagyon jónak tűnt, konkrétan egy taxisról beszél. Amikor megnéztük, hogy ki ez az ember, elképesztő hasonlóság volt a már rögzített videófelvételek, a grafikák között, bár annak a nagy jelentőséget soha nem tulajdonítottam, személy szerint sem, és a csapat sem, mert azt tudjuk, hogy milyen. A taxis a viszkis rablóra hasonlító férfit a város több kaszinójában is látta, ahol az illető komoly pénzeket költött. És az a pénz akár a bankrablásból is származhatott. Ám Varjú nyomozónak bizonyítékra volt szüksége. Kitalálták, hogy Varjú Lajos elváltoztatott külsővel elmegy a taxissal. Annyi bizonyítékunk, sőt sem ennyi bizonyítékunk, gyanunk nem volt, amivel eljárás alá vonhatnánk. Ráadásul, ha mégis ő volt, és rátörünk, szó átvitt értelmébe, akkor kockáztatjuk azt, hogy a továbbiakban bármiféle sikert érhetünk el. Egyetlen egy dolog látszott biztosnak, ha új lenyomatot szerzünk tőle, ezt összehasonlítjuk azzal, ami biztosan, hogy az elkövetőnek az új lenyomata. Valami olyan eszköz kell, amin megmarad az új nyom, megmarad rajta, rögzíthető utána, és mondjuk egyáltalán nem feltűnő, tehát nem lóg ki a lóláb, hogy most mit akar vele az ember. Ehhez egy üdítés doboz, ez tökéletesen alkalmas.
Az ötlet jónak bizonyult. Varjú nyomozónak sikerült használható új lenyomatokat szereznie. Ha ez megegyezik a korábban találtakkal, megvan az embere. De amikor megvizsgálták, kiderült, hogy ez nem az a fickó. Valaki más volt. A nyomozó összeomlott. Kimerült volt és kiábrándult. Tehát a történetnek ez a lényege. Beszállni a kocsiba, a kezébe adni ezt a dobozt, utána gondosan nem eldobni, rögzíteni róla a nyomot és kizárni, vagy beazonosítani. Hát nálunk sajnos ki kell zárni. Az utolérhetetlen viszkis rabló több mint 20 bankot rabolt ki, 150 millió forintos kárt okozva. A megtört varjú nyomozó feladta a macskaegér játékot. Ám hamarosan új és friss macska lépett be a játékba. A rablásokkal foglalkozó ügyek új felelőse Keszthelyi József. A Halálcsillagnak is becézett rendőrfőkapitányságon dolgozó frissen kinevezett osztályvezető, Keszthelyi őrnagy széles körű nyomozást indított a viszkis rabló ügyében. Eközben a gentleman rablóként is ismert Ambrus Attila új taktikát dolgozott ki. Úgy döntött, bevesz maga mellé egy társat. Egy több alkalmazottal működő objektumot, esetleg ügyfélforgalom, nagyobb ügyfélforgalommal rendelkező objektumot megtámadjon, ahhoz egyedül kevésnek bizonyult. Ez be is igazolódott, amikor ketten kezdték el a bűncselekményeket elkövetni. Bevette maga mellé az egyik hokis csapattársát. A társa szintén jégkorongjátékos volt, Orbán Gábor. Keszthelyi őrnagy számára ez egy másféle embervadászatot jelentett. Innentől kezdve ki kellett terjesztenünk a társsal kapcsolatos felderítést is a nyomozás során. Attila új taktikája sikeresnek bizonyult. Egészen addig, amíg egy akciójuk közben valaki meg nem nyomta a vészcsengőt. Akit lehetett, mindenkit a helyszínes környezetébe vezényeltünk. Menekültek, de a rendőrök minden irányból közeledtek. Az elkövetők hirtelen csapdába estek. Attilának döntenie kellett. Attila leugrott a mélybe. A társa viszont nem merte követni. Gábor és Attila együttműködése ezzel véget ért. A rendőrség viszont nagyon örült a váratlan fordulatnak. Kértünk a helyszínre, meg volt a társ az Orbán, akit beszállítottunk a rendőrkapitányságra, és elkezdtük az elszámoltatását, hogy kivel, milyen formában, hogy hajtotta végre a bűncselekményt. Az őrnagy tudta, hogy nem sokára kiderül, ki is az a karizmatikus bankrabló, aki annyira felkeltette a lakosság érdeklődését. Attila ugyan nem volt biztos benne, hogy társát elfogták-e, de igyekezett Romániába szökni, hogy üldözőit lerázza.
Miközben a határ felé közeledett, meghallotta a rádióban, hogy Orbán Gábort letartóztatták. Nem sok ideje maradt. El kellett hagynia az országot, mielőtt a társa elárulja őt. Ám a kapitányságon Kesztei őrnagy nem boldogult egykönnyen Gáborral. Eleinte teljes tagadásban volt, tehát később kiderült, hogy az Ambrus Attilával úgy jegyeztek meg, hogyha bármelyikük megbukik, tehát már bármelyiküket befogják, akkor nem árulják el, hogy ki a társ, hogy a másiknak legyen ideje az országot elhagyni. A cinkos társak korábban megegyeztek, hogy 3 órán át egyikük sem fedi fel a másik kilétét. Attila számára ez az egyesség elvileg biztosította volna, hogy időben elérje a határt, és megszabaduljon az őt üldöző Keszthelytől. A kapitányságon eközben a nyomozók mindent megtettek, hogy Gábor megszegje az adott szavát. Attila bő 2 óra alatt elérte a román határt. A szabadság csak 15 méterre volt tőle. Ám a rendőröknek közben sikerült megtörniük Orbán Gábor ellenállását. Nekünk egy picit gyorsabban sikerült kiszorítani ezt az információt, és nagyon gyorsan tudtunk intézkedni. A rendőrség azonnal hivatalos körözést küldött ki minden reptérre, vasútállomásra és határátkelő helyre. Ambrus Attila számára ez az út végét jelentette. Keszthelyi őrnagy igencsak megdöbbent, amikor megtudta, hogy a 7 éve keresett bűnöző pont a kedvenc hoki csapatának a kapusa. Ambrus Attilát Budapesten helyezték előzetes letartóztatásba. A bűncselekményeit 16 órán át sorolta fel. Azonnal beismert mindent. A tárgyaláson azt is elmondta, hogy bár 27 bankot kirabolt, soha nem követett el egyetlen erőszakos cselekedetet sem. Remélte, hogy a bíróság ezért engedékenyebb lesz. Én úgy gondoltam, hogy amit csináltam, azt elmondtam, én korrektül hozzáálltam a dolgokhoz, és ezt vártam. Viszont nem ezt kaptam. Megtudta, hogy az ügyészség gyilkossági kísérlettel akarja vádolni, mert az egyik rablás során elsütötte a fegyverét. Mivel ő azt gondolta magáról, hogy nem vagyok gyilkos, végtelenül igazságtalannak érezte, hogy emiatt a cselekménye miatt is felelnie kell a rendőrség előtt. Elmondta a rendőröknek, hogy ha gyilkossági kísérlettel fogják vádolni, meg fog szökni. A börtönben Attilát, a nemzeti hőst, rengeteg újságíró kereste fel, akiknek még beszélt is szökési terveiről. Persze nem hittek neki, hiszen onnan még senki sem szökött meg. Úgyhogy nem vették komolyan a dolgot. Attila a látogatóitól ajándékba kapott tárgyakra alapozta a tervét. Megkérte őket, hogy hozzanak be neki egy kis pénzt. Egy csavarhúzót, egy pár tornacipőt, vagy cipőfűzőt. Ezekre mind a szökéshez volt szüksége. Az ominózus napon megborotválkoztam, meghagytam a bajuszomat, eközben betettem a pénzt, volt a pénz, azt is betettem a tornacsukámba, és hát elindultam. Arra bizonyos sétáltató, elindultam abba a bizonyos sétáltató fakba. Attilát kivitték egy 4 méteres falakkal körbezárt udvarra. Underneath
A ruhája alá, a derekára korábban feltekert egy pokrócokból, körülközőkből és cipőfűzőkből készített kötelet. Fölmásztam a betettek a sétáltató fogba. Kötés segítségével fölmásztam a sétáltató tetejére. Végig szaladtam ott azon a Doberdon, tulajdonképpen egy treptinek hívják. Végig szaladtam, átszaladtam a főépületbe. Szerencsémre újból nem találkoztam senkivel. Attila ezután magához vette azt a kötelet, amit korábban rejtett el az irodában. Megtaláltam a kötelet, újból szerencsém volt, hogy korábban ezt nem találták meg. Ezután levettem az ablakról rácsot, ami hát igencsak nem volt nehéz feladat, mert hát el volt rohadva gyakorlatilag minden. Ám a kötél túl rövid volt, gyorsan kellett cselekednie. Összeszedte a számítógép és fax zsinórját, mindent, amivel megtolthatta a kötelét. Minden másodperc számított. Az őrök egyelőre nem vették észre az eltűnését. Ezután összepagoztam a köteleket, de hát nem volt elég, mármint maga a kötél. Innentől kezdve a telefonkábelekkel, illetve a hosszabbítókkal megtoldottam ezt a kezdetleges kötélhágcsót, és gyakorlatilag hát elég meredek volt a helyzet, mert amikor csúsztam le, akkor az a műanyag, illetve az a törölközőből, meg cipőfűzőből, meg mindenféle tákolmányból, amiket ott összefontam, az begyulladt gyakorlatilag, és belesült a kezembe a kábel, egy az egyben benne van a kezembe a kábelnek a nyoma mai napig is, tehát igen, csak húzós volt a lejövetel. Attilának így is 5 méter magasból kellett leugrania a földre. Ambrus Attila, a viszkis rabló, az első volt, akinek sikerült megszöknie ebből a börtönből. A nyomozók nem is akarták elhinni a hírt. Én magam 200 kilométerre Budapesttől Zalába tartózkodtam, és horgászni készültem éppen, amikor a édesanyám kiáltott, hogy hallom-e, mit mond a rádió, és hát nem akartam elhinni, azt hittem, hogy hülyéskedik. 7 órán belül minden Budapestről kivezető utat lezártak. Ez volt a rendszerváltás utáni időszak legnagyobb embervadászata. A város összes rendőre a szökésben lévő Ambrus Attilát kereste. Mindennél fontosabb volt, hogy elkapják, lehetőleg minél hamarabb. Gyakorlatilag minden rendőrnek szolgálatba kellett lépnie, és átfésülték Budapest összes utcáját, ami a város méreteit tekintve nem volt egyszerű feladat. Akkor eldöntötte a rendőrség felső vezetése, hogy mindent meg kell adni. Képkocsiban, benzinben, számítógépben, emberben. Még az Interpol és az FBI segítségét is igénybe vették. A magyar és a román rendőrség is dolgozott az ügyön. Minden kocsit átnéztek, a hidakat lezárták, motorcsónakok járták a Dunát, és helikopterek köröztek a levegőben. Mindenhol keresték. A hatóságoknak ez alkalommal legalább megvolt az az előnyük, hogy tudták, kit kell keresniük. Megfigyelés alatt tartottak mindenkit, akivel Attila valaha baráti kapcsolatban volt. Az első és legfontosabb feladatunk az volt, hogy azt feltérképezzük, hogy szökése után kit fog felkeresni. Megpróbáljunk azzal a fejjel gondolkodni, hogy ki az, aki ez olyan bátorsággal elmehet, hogy nem fogják a rendőrség kezére adni, és hogy kiktől kaphat bármilyen segítséget. Több mint 200 telefonkészüléket hallgattak le. Nagyjából 1000 emberre állítottak rá álruhás ügynököket. Sokukat egész nap követték. Miközben a rendőrség Attila valamennyi ellenségét és barátját kihallgatta, ő maga egy korábbi cellatársával a főkapitányságtól alig 1 kilométerre rejtőzött el.
Hihetetlen, de szinte végig ott volt az orruk előtt. Az egyértelmű lett volna lebukása, tehát olyan helyre kellett mennem, ami abszolút tiszta. Úgy élt, mint egy ketrecbe zárt állat. Bár sikerült kiszöknie a börtönből, de most ugyanúgy fogolynak érezte magát. Attilának nem volt pénze, és a barátait sem érhette el. Valamit csinálnia kellett. Nem ülhetett ott, arra várva, hogy egyszer csak elfogják. Az álcázás nagymestere tehát úgy döntött, ismét akcióba lép. A főkapitányságon eközben keszthelyi őrnagy azt latolgatta, mi lesz Attila következő lépése. Arra gondoltak, hogy egy olyan bankot fog választani, amit korábban már kirabolt, hiszen mivel most nem mehetett ki az utcára, nem tarthatott előzetes terepszemlét. Sose tudni, hogy melyik információ és segítség fogja meghozni esetlegesen ténylegesen az Ambrus Attilát. Végül kizárásos alapon 4 lehetséges bankot találtak. Főleg a Grassalkovics utcában, a város délkeleti részében lévő bankra koncentráltak, amit Attila már 3-szor is kirabolt. Elemző munkánkat végeztük, amikor jött egy telefon. Keszthelyi őrnagynak igaza volt, Attila valóban a Grassalkovics utcai bankot támadta meg. A rendőrség azonban most is túl lassúnak bizonyult. Ám mivel a rablott összeg elhanyagolható volt, úgy gondolták, Attila előbb-utóbb ismét le fog csapni valahol. Az nem jött össze, amit ő szeretett volna, tehát innentől kezdve készültünk arra, hogy újabb bűncselekményt fog elkövetni. Várható volt, hogy következik egy nagy pénzintézet. A rendőrség jól számított, Attila pályafutása legnagyobb fogására készült. Ám a rablás előtt a viszkis rablónak valahonnan egy kis bátorságot kellett merítenie. Nagyon ittas állapotban lépett be a bankba. Egy ilyen rajtaütés rengeteg előkészítést igényelt volna. De ő annyira ideges és zaklatott volt, hogy előtte majdnem egy teljes üveg viszkit megivott. Attila támadását ismét sikerült rögzíteni. Hogy egyszerűen azokon a kockákon, amikor az ülői úton benn össze-vissza csinál mindent, és szinte elveszíti saját magát, benne volt a bukás. Részegsége ellenére a viszkis rablónak sikerült megszereznie élete legnagyobb zsákmányát, csaknem 50 millió forintot. Ám elkövette karrierje legnagyobb hibáját is. Keszthelyi őrnagy megvizsgálta a biztonsági kamera felvételét. Tudta, hogy most gyorsan kell cselekednie. Ugye ez a 40 valahány, egy néhány millió forint, ez már elegendő összegnek tűnt ahhoz, hogy ő külföldre tudjon szökni. Ezt persze Attila is tudta, és egy barátjától hamis útlevelet rendelt. Másnap már a világ túlsó felén lehetett volna. Feltéve, ha emlékszik rá, hogy hol hagyta a telefonkártyáját. A helyszínen soha nem felejtem el, volt egy táska, amit véletlen hátrahagyott. Ostoba módon a helyszínen felejtette a táskáját, amiben ott volt a telefonkártyája is. Elvittük a telefontársasághoz, és lekértük azokat a számokat, és azokat a helyeket, ahonnan hívták, illetve akit hívott. A rendőrség a telefonkártya segítségével meg tudta határozni, hogy Attila Kovács Domonkos lakásában rejtőzködhet. Kovács Domonkost gyorsan előállította a rendőrség. Ő aztán elmondta nekik, hogy Attilának fegyvere van.
és a viszkis rabló eldöntötte, hogy élve nem fogják elkapni. Attila eközben rejtek helyén felkészült, hogy hamis útlevelével elhagyja az országot. Búcsú estéjén még a kedvenc ételét is megfőzte magának. És ha jól emlékszem, a konyhába bélszínből paprikás krumplit készített. Ez egy magyar, nagyon finom ennivaló. Attila nem tudta, hogy a barátját letartóztatták, és megtudták tőle, hol tartózkodik. Ám mivel keszthelyi őrnagy tudta, hogy Attila nem akar élve rendőrkézre jutni, a nyomozó a nemrég alakult magyar elit komandóhoz fordult segítségért. A megegyezés az volt, hogy a környékén, a háznak a környékén csinálunk egy rövid zárást, ahol sem gyalogos forgalom, sem gépjármű forgalom nem működik. Ez egy körforgalmas téren volt ez a lakás, és az ide becsatlakozó utakat lezáratta távolabb egy olyan 500 méterre, tehát ott se villamos, se busz, se személyautó és a gyalogos forgalom alól is egy teljes zárást rendelt el körbe. Ez azért érdekes egyébként, mert egy elég forgalmas helyen van ez az épület. És akkor hirtelen az utca elnémult. Ez itt köztudott, ez egy olyan hely, ami soha, ha nem csendes, tehát a város egyik legforgalmasabb, ha nem is a legforgalmasabb, de nagyon forgalmas kereszteződés. Tehát ott állunk a néma csöndbe a téren, és az emberünk 99%-kal tőlünk 150 méterre fönnáll az erkélyen, a függöny mögött, az ablaknál. Hogy gyakorlatilag két választásom van. Vagy felveszem a harcot velük, vagy megadom magamat, illetve hát lett volna még egy harmadik, hogy fogom a pisztolyt és fejbe lövöm magam, és akkor megvan oldva mindenféle probléma. Szerencsére Attila végül megadta magát. El kell mondani, hogy esélye nem lett volna arra, sem arra, hogy saját magában, sem az, hogy bármely kollégámba bármilyen kárt okozhatott volna. Olyan kollégára is emlékszem, aki elsírta magát, hogy könnybe lábadt a szeme. Összeölelkeztünk, újjongtunk. Hát nem tudom elmondani, mit éreztünk. Nem tudom elmondani. Ezt tudni kell, hogy egyébként ez a 3 hónapos nyomozás során sem én, sem kollégáim ilyen napi 5-6 óránál többet nem aludtunk. A 7 éves rablás sorozat és a szökés után a viszkis rabló története a végéhez ért. Az egyszerű bűnözőből nemzeti hőssé vált kettős életű Ambrus Attilát 65 rendbeli rablással, többszöri gyilkossági kísérlettel és 30 más egyéb bűncselekmény elkövetésével helyezték vád alá. Amikor az elítélésemre került a sor, akkor rengeteg mindennel megváltoztak, szinte a BTK-t kimerítették, a okirat hamisítástól lőszerrel való visszaélés, vesztegetés, hogy meg akartam az öröket vesztegettem, mi szintén újból csak egy rossz indulatú, tulajdonképpen fricska volt a hatalom részéről. A korrekt rabló, hülye hangzik, nem? Tehát egy rabló nem lehet korrekt, de ezen a Palin látszott, hogy amiben ő működik, amit ő csinál, abba tuti korrekt. És most vegyük félre azt, hogy a rablás az nem lehet korrekt, nyilván pénzt viszel, meg fegyverre fenyeget.
ha sportban annyira tehetséges lett volna, akkor abban megtalálhatta volna a számításait. Most a legbiztonságosabb és legjobban őrzött börtönben ül, a magyar-szlovák határ közelében lévő sátor Aljaújhelyen, Tokajtól nem messze. 17 év fegyházbüntetést kapott. Nem tápáltam irántuk semmilyen ellenszenvet. Ők tették a dolgokat, én is tettem a dolgomat, ki több-kevesebb sikerrel. Én úgy voltam vele, hogy én az egyik oldalon állok, ők a másik oldalon állnak, és innentől kezdve én nem haragudtam egyetlen egy zsarúra, mai napig nem haragszom, tehát bennem nincs egy visszavágás vagy remasnak a nincs bennem dű tulajdonképpen, tehát én nem haragszom rájuk, és ők azt tették, amire felesküdtek, és hogyha ebben hittek, akkor áldásom rá. Ambrus Attila reméli, hogy egyszer még visszatérhet jégkorongozni, ezért igyekszik jó fizikai állapotban tartani magát. A hírhet viszkis rablót azonban 2016-ig egész biztosan nem bocsátják szabadon. És akkor már 50 éves lesz. A magyar változatot a Mafilm Audio Kft. Készítette.